Rendkívüli testületi ülés, újra napirenden a kutyamenhely kérdése. Életfa, 33 facsemetét osztott ki az Ökomunkacsoport Alapítvány. Advent a múzeumban, vásárral és programokkal várják az érdeklődőket. Ez a híradó a Telepakson. Köszöntöm a nézőket! 10.000 forintos négyzetméter áron vásárolja meg az önkormányzat a Széruskertben lévő futballpályának szánt ingatlanokat. Így döntött rendkívüli ülésén a képviselőtestület. A tegnap délutáni megbeszélésen a tervezett új kutyamenhely is napirendre került. A vállalkozói övezet létrehozásáról már korábban döntött a paksi képviselőtestület, ezt követően a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT ázsiós tőke emeléséről határozott, mintegy 1,5 milliárd forint értékben. Ehhez azonban módosítani kell a cég alapszabályát, amit meg kell, hogy előzzön a felügyelőbizottság jóváhagyása, ami szintén megtörtént. Most a képviselőtestületen volt a sor, hogy akkor ennek tudatában, ennek feltételeként megszavazzuk újra a tőkeemelést, az alaptőkeemelést, illetve az alapszabálynak a módosítását. A második napirendi pontban a tervezett új atomerőmű sportcsarnok miatt a leendő tehermentesítő út nyomvonalának módosításáról tárgyalt a grémium. A tehermentesítő út nyomvonala májusban hatályossá vált, így a közlekedési szakhatóság nem ad ki engedélyt erre a területre addig, amíg két objektum van bejegyezve erre a területre. Így most az önkormányzat, a képviselőtestület úgy döntött, hogy ideiglenesen a tehermentesítő út nyomvonalát módosítjuk. Ezt követően a Paksi Futballklub két új gyakorlópályája került napirendre. A Széruskertben található területen a klub edzőpályákat kíván létesíteni, az ingatlanok vásárlása azonban az önkormányzat hatásköre. A városvezetés korábban már felvette a kapcsolatot a tulajdonosokkal, a mostani döntés pontot tehet a hónapok óta húzódó ügy végére. Hosszú egyeztetést követően, illetve egy legutolsó szakértői véleményt követően biztosítani tudjuk ezt a területet, tehát meg tudjuk vásárolni a tulajdonosoktól. Korábban ugye 185 millió forintot különített el az önkormányzat erre a célra, és mostani állapot szerint 235 millió forintért fogjuk megvásárolni szummában a tulajdonosoktól ezt a területet. Ez azt jelenti egyébként, hogy 10.000 forint per négyzetméteres áron tudjuk megvenni majd a tulajdonosoktól ezt a területet. A folytatásban a DC Dunokom ZRT alapító okiratának változtatását tárgyalta és fogadta el a testület. Végül az új kutyamenhely létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlása került terítékre. A telephely a szakértők véleményére alapozva a Birito puszta Tengelic út mellett épülne. Itt megvásárolunk három ingatlant. Ezek egymás mellett vannak, szomszédos ingatlanokról van szó, és itt mind a közművesítés szempontjából, mind a környezeti szempontokat figyelembe véve itt a legmegfelelőbb ennek a kutyamenhelynek a kialakítása. Az ingatlanokat összesen 5,3 millió forint értékben vásárolná meg a paksi önkormányzat. A kutyamenhellyel kapcsolatban Szabó Péter hangsúlyozta, a mostanitól gyökeresen eltérő 21. századi állattartási körülmények megteremtése a cél. Szakmai napot szervezett Pakson a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja az volt, hogy a hazai vállalkozások első kézből kapjanak tájékoztatást a digitális vállalkozás fejlesztés külső finanszírozásainak lehetőségeiről és a legújabb informatikai trendekről. 2015-ben indítottuk egy Pilot 3-2-re nevezettű projektet, aminek a fő célja KKV-k felmérése, és igazán még volt digitális szempontból valamilyen szinten a fejlesztésük. Péres János előadása nyitotta meg a Modern Vállalkozások programját. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pakson tartott szakmai napot, amelyre olyan cégek képviselőit és vállalkozókat vártak, akik szeretnének lépést tartani a digitális fejlődéssel. Ipar 4.0 most egy speciális terület, tehát inkább a termelő, illetve raktározással foglalkozó cégeket érinti, vagy érintheti, de nem feltétlenül, hiszen adott esetben egy építőipari vállalkozás is, vagy egy vendéglátó, vagy vendéglátással foglalkozó cég is meríthet ötleteket, vagy informatikai megoldásokat.
Az eseményen szakértők és tanácsadók tartottak előadást arról, hogy milyen külső forrásból lehet megvalósítani a digitális fejlesztéseket, ismertettek pályázati lehetőségeket, valamint kiállítók is érkeztek, akik bemutatták a vállalkozásukat, illetve arról is beszéltek, hogy szolgáltatásaikkal és termékeikkel hogyan tudják segíteni a vállalkozások informatikai fejlesztését. Szoftverfejlesztő cég vagyunk, egyedi alkalmazásokat készítünk olyan esetekben, amikor valamilyen dobozos késztermék, amit testre szabnak vállalatirányítási rendszer, stb. Nem szolgálja ki teljes egészében azt az igényt, ami egy ipari, egy kereskedelmi felhasználásban, vagy egy startupban, ahol egy teljesen egyedi ötlet megvalósítása a cél. Németh Gábor előadást is tartott a rendezvényen a digitalizációról, adatgyűjtésről és azok hasznosításáról. Hogyan lehet az üzleti folyamatainkban úgy használni ezeket a digitális adatokat, hogy sokkal hatékonyabbá tegye a munkánkat, illetve előrelátóan tudjunk tervezni a vállalkozásunkat illetően. Az ügyvezető szerint egyre több az igény az egyedi tervezésű szoftverek iránt is. Ebben nagy segítséget jelent, hogy jó a hazai szakembergárda, akiknek a munkájára támaszkodhatnak. 33 facsemetét osztottak ki november 28-án délután a Csengely Dénes Kulturális Központban. Az Ökomunka csoport 12. alkalommal hirdette meg az ültes fát, életfát elnevezésű programot. A születésük örömére Pakson egy életfa legyen elültetve, és vállalják azt az aláírásukkal, a jelentkezésükkel, hogy a kisgyereküket abban a szellemben fogják nevelni, hogy ezt a fát, ezt ápolni, gondozni kell. Jannerni Olá Ilona, az Ökomunka csoport alapítvány vezetője köszöntötte az életfa átadása érkezőket. Kicsi és nagyobb gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel karöltve várták, hogy átvegyék a facsemetéket. Az alapítvány 2006-ban hirdette meg első alkalommal a programot. 12 évvel ezelőtt kezdtük el ezt az akciót, az ültesfát, életfát, őrizd az oxigén forrását akciót, és azóta minden évben Pakson nagyon-nagyon sok kisgyerek életfát kap, amikor annak örömére, hogy a világra jött. Idén 33 család igényelt életfát, amelyeket Pakson és környező településeken ültetett el tegnap este. Az alapítvány szorosan együtt működik a városi fűkertésszel, ezért a városi arculatba élő fafajokat, tűzjuhar, gömbkőr is és töltyfa csemetéket is hazavihettek a szülők. Ez a fa azért különleges, mert érzelmileg fog kötődni ahhoz a kisgyerekhez, és ami fontosabb, az egész családhoz. Tehát ezt a fát ugye most a család ülteti el a pici gyerek születésének örömére, és ettől kezdve ők együtt kell, hogy ápolják napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, öntözik, ápolják, gondozzák, és az a célja, hogy nőjön fel az a nemzedék, aki visszafordul a természethez, és gondoskodással, szeretettel fordul hozzá. Jannerni Olá Ilona nagyon örül annak, hogy sok szülő szívén viseli a környezet tudatos nevelést, akár ilyen módon is, hogy együtt nevelkedik a kisgyermek a facsemetével. Ez a nevelésükhöz is hozzátartozik, meg kell velük szeretetni a környezetet, és igaz, bármi panellakásban élünk, nem családi házban, de hála Isten az alapítványnak és a DC Dunakom közreműködésének köszönhetően ezt a kis problémát ki lehet küszöbölni, és így mi is életfához tudunk jutni, és a házunk közelébe el lesz ültetve a második életfánk, ugyanis ő a harmadik gyermek a családban, tehát már Donátunknak van egy életfája, Bálint sajnos kimaradt, de Jantnerné Ilike mondta, hogy ezt pótolhatjuk, úgyhogy jövő évben Bálint is fog egy fát kapni. Az oklevelek átadása után a Csengei Központ mellett nyalábolhatta fel mindenki a jókora csemetéket, majd végleges helyére szállította. Véradást tartottak az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban csütörtök délelőtt. Az eseményre a diákok és pedagógusok közül is nagyon sokan jelentkeztek. Meghaladta az elképzeléseket az Energetikai Szakgimnáziumban megjelent véradók száma. A tervezett 35-tel szemben annak kétszerese jelezte előzetes részvételi szándékát az eseményen. A vérüket adó diákok szponzori felajánlásoknak köszönhetően kisebb ajándékokat kaptak, és ezen a napon nem kellett visszaülniük az iskolapadba. Bognár László informatikát tanul az ESZI-ben, és először vett részt véradáson. Kicsit izgulok, mert régebben mindig is féltem a vértől, vérvételtől, aztán most megint kicsit bennem van ez, de
kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Mindig is akartam egyszer vért adni, és még emlékszem, mikor kisebb voltam, mint olyan 8 éves, akkor nővérem eljött itt az iskolába, ugyanide járt vért adni, és mondtam, hogy jó, akkor egyszer én is el fogok menni, és adok vért. A sorban pedagógusok is álltak, egyikük, Kir Ágnes az első között adta vérét, immár 25. alkalommal. A saját jó példája mellett szóban is ösztönzi diákjait a nemes cselekedetre, saját lánya is a véradók között van. Nagyon fontosnak tartom, mert vannak olyan műtétek, illetve olyan betegségek, amikor szükség van vérkészítményekre, ezzel megmenthetjük más három embernek az életét egyszerre, amikor egy véradásban leveszik a vért. Egy tűszúrást érez, igazándiból semmi kellemetlenség nincs benne. A véradóban lévő segítőhölgyek, illetve akik leveszik a vért, nagyon kedvesek, barátságosak, segítőkészek, és utána nem történik semmi, meg kell inni egy kis vizet, és rendben van minden. A véradáson végül 69-en vettek részt, közülük 31-en első véradóként, ami rendkívülinek számít, tájékoztatott a Vöröskereszt Paksi szervezete. A 26. Gastroblues Fesztivál dupla lemezbemutató koncertje lesz december 1-én 16 órától a Csengei Dénes Kulturális Központban. Az eseményen fellép többek közt a Tűzkerék XT, Török Ádám és Fehér Ádám, Pál Balázs Jenő és Pál Balázs Amadé, Fekete Tamás és a Jessons Trio. A rendezvényen jótékonysági tombola sorsolás is lesz, amelynek összegét a Kárpátaljai Vis Református Templom orgona felújítására ajánlják a szervezők. Jegyek elővételben és a program napján a Kulturális Központban válthatók. A mai napon a játékkiállítás megnyitásával megkezdődött a Városi Múzeum karácsonyhoz kötődő rendezvényeinek sora. December 11-től pedig kézműves vásár portékái között is válogathatnak majd az intézménybe látogatók. Hamarosan karácsonyi díszekbe öltözik a múzeum. Az adventi időszakban számos programmal várják az ide látogatókat. December 11-től december 15-ig zajlik a múzeumban a karácsonyi vásár. Ugye amikor indultunk, akkor 4 árusunk volt 2 napra, most egész hétre van is 11 árus, tehát most már nagyon sokan jönnek. Mézes kalácsot, szappant, bort, mézet, ékszereket, textil játékokat, kézi munkát, bármit lehet majd nálunk vásárolni 10-től 18 óráig, tehát a nyitvatartási időben. Ezen kívül lesz gyermekfoglalkozás mézes kalács díszítéssel, és az örök sláger a családi fényképezés korhű ruhában sem maradhat el a programok közül. Erre azonban időpontot kell kérni. Lesz 2 divatbemutató is, kedden és pénteken, ez a délutáni órákban, sőt a késő délutáni órákban zajlik majd, amikor élő divat bemutatóval mutatjuk be a kort, a 18-19. Századot, a karácsonyi szokásokat, a divatot, és egyáltalán azt a világot, ami egy ilyen kúria falai között zajlott annak idején. Tehát ebben most idén ez egy újdonság, ebben színesítjük ezt a karácsonyi hetet, és természetesen a múzeumnak a kiállításai ezen a héten féláron látogathatóak. A karácsonyi kézműves alkotópályázat már régmúltra tekint vissza, szaloncukorfőző versennyel kezdődött. Az idei évben a múzeum munkatársai megpróbáltak új, ám továbbra is a karácsonyhoz kötődő témát kitalálni. Az az ötlet támad, hogy a Paks emblematikus épületeit, tehát akár a múzeumot, az Erzsébet szállót, Makovesz templomot, bármit, mézes kalács formájában lehet megalkotni, és akkor ebből ugyanúgy, ahogy szoktuk, ezeket a kézműves pályázatokat kiállítás nyílik, ez december 11-én lesz, tulajdonképpen ebben indítjuk a karácsonyi hetet evel a kiállítással, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen alkotások érkeznek, mert eddig még minden évben nagyon-nagyon sokan pályáztak. Az alkotópályázatra 2 vagy 3 dimenzióban készített mézes kalács kompozíciókat december 6-án 18 óráig várják a Városi Múzeumban. Adventi játszóházba várja az érdeklődőket az Atomerőmű Sportegyesület szabadidősport szakosztálya. December 2-án vasárnap 9 és 12 óra között kézműves foglalkozás, karácsonyi díszek készítése, játéksarok és terápiás kutya bemutató lesz az Atomerőmű Sportcsarnokban. A rendezvényre a belépés ingyenes. Eleinte napos, majd változóan felhős idő várható. Csapadék nem valószínű. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -5 fok között alakul. Megnövekvő fátyolfelhőzet mellett szűrt napsütés várható, majd a déli óráktól meg is vastagszik a felhőzet. Néhol hószálingózás nem kizárt. A keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul. A Híradó után a Paletta című magazinunk következik, amelyben a Csengei Dénes Kulturális Központ 40. évfordulójára szervezett szakmai napról és előadásról láthatnak összefoglalót. Mára megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!